Jó napot! Öledés magyarok! Nem kifejezetten klasszikus és szabályos vizuális élményem produkálok, bár én már önmagamban sem vagyok egy full esztétikus jelenség. Csak azt szerettem volna elmesélni, hogy na, hazaértem. Remélem, hogy hétfőn tudok kezdeni, és folytatjuk a beszélgetéseket. Eszter hazahozott, hát kalandos volt. Ha én ezeket mind-mind elmesélném a klubba, amiket önök is szintén valószínűleg nap mint nap átélnek, ha és amennyiben magyar egészségügy. Azt akartam mondom, hogy karmaiba kerülnek, de azért ez így igazságtalan, mert az orvosok és ápolónők, akik ezt a rendszert a vállukon hordják, a szívükkel tartják életben, a keringésükkel, az odaadásukkal, hát szóval azokat illetően csak le a kalappal, tényleg. Az a helyzet, hogy kivették a jobb térdemből a protézist, és egy ilyen spészert raktak bele, ami egy 3 hónapos megoldás, antibiotikumot, meg ilyesmit nyom bele a csontba, meg be van gyulladva. Annak idején a világhírű magyarok nyilai, hogy a részletekben nem menjek bele, mert szétverték a térdeimet. Azóta ennek az örökségét hordom, hát most itt tartok. Nem mondom, nem egy leányálom, de hagyj ne nyafogjak, szóval az Uzsoki Kórház egy isteni kórház különben, mondjuk áldassék az ott dolgozók neve. Annak az emlékét vagy a munkásságát azért nem dicsérném agyon, aki ezt az épületet megtervezte. A beteghordóknak ott ki kell állni, a nővéreknek, az orvosoknak, ahogy ez a tér meg van szervezve. Hát ez valami katasztrófa. Erről az ott dolgozók, a főigazgatótól, a portásig semmit nem tehetnek természetesen, se az orvosok. Hát ennyi a magyar géniuszról és a magyar zsenialitásról. Most megpróbálom magam hétvégén összeszedni, mert körülbelül össze szarom magam, olyan fájdalmai vannak. De hát majd túl leszünk ezen is. Mindenesetre köszönöm a jó kívánságokat. És akkor jelentkezem, alkalmasint azért jelentkezem, most meg kell tanulnom valahogy járni itt ebben a térben, ahol élek. Anélkül, hogy összetörjem magam, meg funkcionálisan el tudjam magam látni. Ölelés magyarok, sok szeretettel gondolok mindenkire. A Stumpf András cikkét olvassák el, igaza van. Olvassák el, most írt egyet a Mindenki Magyarországa című mozgalom. Ról, Babe, Kibe, Márki-Zay előadói beszédéről. No, hát akkor tényleg minden jót kívánok mindenkinek, természetesen. Csak azt kívánom önöknek, amit magam. Ölelés!